tavalyi érettségizők még a régi rendszer szerint vizsgáztak. 2017-ben azonban újabb 70 ezer diák ad majd számot tudásáról. Az új kerettantervekkel összehangolták a vizsgakövetelményeket, így néhány módosításra számíthatnak a tanulók. Ezeket már évek óta tervezték. Az egyik, hogy a szakgimnáziumokban kötelező lesz az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból az érettségi vizsga letétele, ez már 2011 óta a köznevelési törvényben megjelent. Tehát már nyilván az iskolák így készítették fel a tanulóikat. A másik pedig a némi tartalmi változás a közismereti vizsgatárgyak tekintetében, a vizsgakövetelmények tekintetében, amely szintén már 2015-ben megjelent, tehát a felkészülés az iskolákban ennek megfelelően történt. Pongrácz László szerint ez sem könnyítést, sem pedig nehezítést nem jelent a diákok számára. A kerettanterv változása és a tantárgyi követelmény módosítása mellett bizonyos vizsgatípusok és pontszámítások is változnak. Történelemből az értékelési arányok, százalékok változnak meg, például a 90 plusz 60 százalék, tehát a 90 százalék az írásbeli, 60 százalék a szóbeli eredménye alapján úgy változik, hogy 100 plusz 50 százalék lesz, tehát 100 százalékot, 100 pontot jelent majd, tehát 100 pontot jelent majd az írásbeli történelem vizsga, és 50 pont lesz a szóbeli történelemvizsga összeredménye, összpontszáma, és ebből számolják majd ki a százalékot. De változik például a magyar érettségi is. Eddig a diákok egy fogalmazást írtak az írásbelin, májustól azonban már kettőt kell, így a pontozás itt is megváltozik. A módosításokra a pedagógusokat is fel kell készíteni. A kollégáim arra törekszenek, hogy bejelentkezzenek olyan továbbképzésekre, például ilyen lesz ezen a hétvégén Budapesten is magyar nyelvből, amely továbbképzéseken egyeztethetik az országban tanító kollégáikkal azt, hogy pontosan milyen változás, hogyan értelmezhető a követelményrendszer változásaiban. Továbbtanulás szempontjából fontos azt is tudni, hogy orvosi, állatorvosi, fogorvosi és gyógyszerész szakokra már két emelt szintű érettségi kell a bejutáshoz, de a legtöbb szaknál is már kötelező legalább egy emelt szintű vizsga. Bővebb tájékoztatást és mind a feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján is bárki elérhet.